Patti Senke! Milyen fellépőket látnátok még itt szívesen? Nagyon jó, nagyon jó! Sziasztok, ez itt a Party Shakers legújabb adása. Itt vagyunk Miskolc új szórakozó helyén a blogban, ahol Antonio mellett Lumen Prala is fel fog lépni. Hogyha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, lájkoljatok minket a Facebookon, és tartsatok velünk a mai epizódban is. Itt vagyunk Miskolc új helyszínén, a Blokk klubban. Eddig mit tudnátok nekem elmondani a klubról? Elég minőségi klub, nagyon hangulatos, szép a dekor, sokan vannak, szóval szerintem jó bulit váratunk ma. Igen. Hogy találtatok rá erre a szórakozó helyre? Én interneten találtam rá. Véletlenül találtunk Facebookon. És követitek onnantól kezdve az eseményeket? Igen, persze. Akkor a mai napon ki van itt velünk? Prala! Milyen gyakran jöttek el ide a blogba? Igazából ez a legelső alkalom most nekünk, de eddig nagyon tetszik. Milyen fellépőket látnátok még itt szívesen? Figyelj, nagyon szívesen látnánk mondjuk SM-et, ami már volt is, látnánk mondjuk Mr. Mist, ő is volt, vagy lesz, nem tudom. Aztán most az ugye Lumen Prala, őt is szívesen látjuk. Igazából hát ha magyarokra van szó, akkor csak az AK-26. Én például Jaminát vagy hasonló fellépőket nagyon szívesen látnék itt, mert én a veretős bulikért oda vagyok. Tehát ilyen Jamina jellegű. Mire költöztél? Apáca. És mennyire botránkoznak meg az itt lévő fiatalok rajta? Hát, hogy mennyire csodálkoznak igazából. Hát, egy kicsikét megijedtek, hogy bementem az öltözőhez, azt így szívrohamot kaptak. Minek öltöztél a mai buliba? Végzett! Mit tudnád nekem elmondani az új Blokk klubról? Az új Blokk klubról? Hogy jobb, mint volt, mint ez 100 évvel ezelőtt. Már nagyon jó a tulaj, nagyon jó a rendezvény, nagyon jók a pultosok, nagyon kedvesek, kiszolgálók. Nagyon kedvesek az embereken, nagyon jó a társaság és nagyon jó a biztonság. Én nagyon szeretem a Blokkot, szerintem az egyik legjobb szórakozó hely egész környéken. Így van. Mikor terveztek legközelebb jönni újra ide a Blokkba? Holnap. Holnap. Itt vagytok a Mises bulin? Igen. Milyen érzés itt lenni a jegykasszába egész este? Én nagyon szeretem ezt a helyet, úgyhogy nagyon jól érzem magam. Hogyha elkezdődik a Prala, akkor be fogsz sunyogni, vagy itt kell maradnod? Nem, itt leszek mindenképp. Mit tudnád nekem elmondani a mai buliról? Hát remélem, hogy jó lesz, mert nagyon bírom Pralát, aztán ő mindig nagy bulicsabb, és csak reménykedek, hogy jó lesz. Gondolom, te is bírod Pralát. Persze, simán. A rajongásod kimerül a pólóba, vagy pedig másképpen is? Van egy tetkóm is, nézzétek meg. Ott vagyok majdnem minden koncertjén. Hanini Boy, Getli. Milyen fellépő jöjjön el legközelebb ide a Blokk klubba? Hát Lumen Prala. Csak ő legyen minden héten? Minden nap, minden héten. Várod már, hogy itt Miskolcon is egy kurva nagy pogót rendezzen? Az biztos, persze. Ott leszel a közepén? Hát én kezdem az egészet. Hallottatok-e már a party műsorunkról? Persze, amúgy szoktam nézni amúgy YouTube-on, mert minden. Múltkor voltatok a movie-ban, menni akartam, mégsem mentünk amúgy, mert nem tudom. Én hallottam, én is voltam movie-ban, Rocky-ban, DJ Tour Fest-en, igen. Szeretitek, hogy itt vagyunk. Igen. Örülök, hogy itt vagytok amúgy. Gyertek a blogba!
Vágod a Lübben Pralát? Vágom, persze. Na, a haverod nem vágja. Nem a haverom. Na figyelj! Na miért mai este legbrutálisabb zenéje? Remélem tudjátok a szöveget. Imádom a Party Shakers, itt van Balázs a spanom, világi a buli, kollégám! A legnagyobb YouTube csatorna a világon, kibebaszott Party Shakers! Wow! Milyen volt a mai Prala? Szétszette szerintetek a blokkot? Szétkapta Prala a blokkot, kibaszott Dalinibon! Wow! Venni, vici, bambù, motel, soda, vodka, bűnben, brada, vita. Elvesztettem zepkendőmet, annak aki megtalálja, sokat vágyok értem, szabad. Nem tudjátok, figyelj! Elvesztettem zsebkendőmet, annak, aki megtalálja, szabad, szabad, szabad szappanozni, szabad az én karambomnak. Figyelj! Elvesztettem a zsebkendőmet, szidott anyám érte, annak, aki megtalálja, csókot adok érte, szabad a péntek, a szabad a szombat, a szabad a szappanozni, szabad az én mi számotokra a legfontosabb, ha elmentek egy buliba? Legyen itt a... Mit tudsz a mai bulihoz? Hatalmas fasz! Nem is számíthettem volna! Mit tudnál nekem elmondani a blokkról? Két hónapja nyílt, ezt tudjuk! Az Antonióhoz mit szólsz? Jelenleg ő keveri a zenéket! Jelenleg éppen Antonio van a DJ pult mögött, mennyire jön be az ő zenei stílusa? 10/10, szeretjük az ilyen pötyögő zenéket, tudjátok ezt a bolondozósat. Nagyon jó ez a zene, szeretünk bulizni nagyon. Lübben Prala milyen volt? 10/10, kamázzuk őt is. Itt vagyunk újra Miskolcon, egy megújult helyszínen. Mit tudnál elmondani a blokkról? Most nyitottunk szeptember közepén kb. Hát szeretnénk a legjobb szórakozóhely lenni itt Miskolcon. Hál' Istennek szerintem elég jól sikerül az eddigi történet szerint. Minden héten vagyunk péntek-szombat. Eddig elég jó felhozatallal vagyunk. Hál' Istennek szerintem meg fog maradni ez a történet most perpül. Milyen célközönségre gondoltak? Hát mindenképpen a 18 pluszot szeretnénk megfogni amúgy. Viszont nem vagyunk zárkózottak a 16 pluszra se, úgyhogy havi egyszer szerintem biztos, hogy fogunk csinálni, de a fő célpont ez a 18 plusz lesz. Elég jó kapacitással bírunk, elég jó bulik vannak, hál' Istennek nálunk vannak a top fellépők. Hát hétről hétre meg lehet nézni az egész eseményeket, meg bulikat is. Szerintem nem lesz rossz. És van egy nagyszerű ütőkártyánk, ez a bajnok Laci, akinek most üzenni fogunk valamit. Lacikám, jó nyaralást kívánok, minden rendben van, várunk szeretettel jövő héten. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a mai adást! A mai napon itt voltunk Miskolc új szórakozó helyén, a blogban. Itt volt velünk Antonio és Lübben Prala is. Hogyha szeretnétek megtudni, hogy mikor, melyik héten, hova visszük a parti műsort, akkor nézzétek meg a YouTube-unkat, a Facebook-unkat, és látogassatok el a honlapunkra is. Jövő héten találkozunk egy újabb helyszínen. Addig is sziasztok!